Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Köszöntöm az önkényes mérvadó hallgatóit, a stúdióban Horváth Oszkárral, Nyári Gáborral, hello, és vendégünkkel Kassai Lajossal ülünk itt a stúdióban. Kassai Lajos az általam ismert egyetlen magyar harcművészeti iskola alapítója, a lovasi íjászaté, és mint ilyen a jobboldali kurzusnak egy legendás alakja, egy ikonja, aki nem olyan régen kurzusok közti párbeszédet kezdeményezett, többek közt Ulyás Mártonnal, és az erről készült partizán videó az igen nagy hullámokat vert a magyar köznyilvánosságban, és mi erről, többek közt, erről gondoltunk beszélgetni Kassai Lajossal a következő két óra folyamán. Miért van szükség ő szerinte, miért volt szükség ő szerinte arra, hogy a kurzusok különböző alakjai, az eltérő kurzusok alakjai egymással párbeszédet kezdeményezzenek. Mire vezethet ez a párbeszéd, illetve milyen tapasztalatokat nyert a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetés során? Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Röviden egy kis mezőgazdasági ismerettel kezdeném. Az eketa betegség akkor alakul ki, amikor egy területet nagyon sokat szántanak, és az eketalp nyomására az altalaj és a felszín között létrejön egy zárvány. Ez a zárvány az nem teszi lehetővé a két talajréteg közti harmonikus együttműködést. A gyökerek nehezebben haladnak le az altalajba, az ásványok mozgását, a mikroorganizmusok mozgását korlátozza, de hogyha van egy hirtelen nyári zápor, nagy mennyiségű csapadék zúdul le az égből, akkor ez a zárvány nem teszi lehetővé, hogy gyorsan az altalajba szivárogjon az éltető víz, viszont a tűző nyári nap nagyon gyorsan felszárítja, és így a talajháztartás fölborul. Amikor elérkezünk arra a pontra, hogy ez már fölborítja a talaj termékenységét, akkor egy altalaj lazításba kezdenek a szorgos parasztemberek. Azt gondolom a magyar társadalomról, hogy elérkezett ennek az ideje, hiszen itt két társadalmi rétegről van szó, két kulturális réteg feszül egymásnak. Az altalajt én a jobb oldallal azonosítanám, mégpedig a hagyomány résszel, a felszínt pedig a modernitással kötném össze, és azt gondolom, hogy ez a liberális rész. És ennek a két talajrétegnek az együttműködése teszi lehetővé azt, hogy ugyanúgy, mint a talaj természetében, hogy az egy termékeny talaj legyen, és a magyar kulturális élet sajnos ennek az eket a betegségnek köszönhetően meglehetősen terméketlen. Tehát azért terméketlen a magyar kultúra, mert a talajnak ez a két rétege, az a felső réteg, amit a modernitással, és az alsó réteg, amit a hagyománnyal azonosítasz, kvázi a liberális Magyarország és a népnemzeti Magyarország elszigetelődött egymástól, tehát a talaj két rétege nem tud keveredni, nincs köztük anyagáramlás. Talán egy dinamikus ábra jobban bemutatná ezt a kritikus helyzetet, amit a természet megold, hiszen a tojás az tökéletesen szimbolizálja ugyanezt dinamikus ábrában. A tojás héjnak egy szilárd megtartó szerepe van, mindaddig, amíg a fióka meg nem erősödik, és akkor jön el az a hihetetlen drámai pont, amikor ez a tojás megreped, és életre kel a fióka. De mi van akkor, hogyha túl kemény ez a tojáshéj, és a fióka nem képes ezt föltörni? Vagy mi van akkor, amikor túl korán törik föl ezt a tojáshéjat, és még életképtelen a fióka? Tehát ez az ábra, ez a dinamikus ábra, ez jól mutatja meg azt, hogy ennek a két erőnek
a hagyománynak és a modernitásnak az emberi kultúrában nagyon fontos szerepe és jelentősége van, és ez most szembe van fordítva egymással. Úgy gondolunk ezekre az erőkre, mint egymást romboló, egymást tönkretevő erőkre, holott ennek egy tökéletes harmóniában működve tudunk egy élhető társadalomban létezni. És amikor én felállítottam ezt a kulturális képletet, akkor elhatároztam azt, hogy én párbeszédet kezdek, nem a média nyilvánossága előtt, hanem teljesen magánemberként. Ugyanis én fontosabbnak tartom az egymás szemébe nézést, a négy szem közti beszélgetéseket, azt a fajta őszinte légkört, amit nem környékez meg a média, a szenzáció, és az egyenességet, ezt nem tudja elhajlítani a népszerűség mágnese. És én belenéztem a távcsőbe, és azt láttam, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak a tőlem legtávolabb eső bolygója ez a Gulyás Márton, hiszen ő egy homoszexuális fiatalember, én egy heteroszexuális vagyok, ő egy nagyvárosban él, én egy Tanyán élek, ő egy baloldali aktivista, én egy jobboldali gondolkodású ember vagyok, de megmondom őszintén, ez a telefonhívás akkor történt meg, amikor én ezzel az emberrel szemben tiszteletet éreztem. És ez nagyon fontos. A Gulyás Márton személye a jobb oldalon egy vörös posztó, azért, mert teljesen más nézeteket val, más a habitusa, mint azt mondjuk a jobb oldal elvárhatná, de én azért éreztem iránt a tiszteletet, mert azt láttam, hogy ez a fiatal embernek van elképzelése a világról. Nem értek vele egyet, nem értek a módszerével egyet, de azt láttam, hogy ez az ember küzd, harcol valamiért. És amikor ez a tisztelet ott volt bennem, akkor ezt a fiatalembert megkerestem, fölhívtam, és ő ugyanolyan tisztelettel elfogadta ezt a meghívást, és egy nagyon konstruktív beszélgetés történt, és ezt a beszélgetést követően aztán lett az a film, amit azóta nagyon sokan láthattak. Én azt javaslom, hogy játsszunk be néhány részletet ebből a beszélgetésből, és próbáljuk meg felidézni mindazokat a álláspontokat, meg mindazokat a szellemi vektorokat, amelyek itt ütköztek, vagy amelyek itt bármennyire is harmóniát találtak egymással. Egy nagyon nagy problémát látok abban, hogy az életmóddal valami státuszt akarunk sugározni. Én az ellenkezőjét akarom. Én a hétköznapokkal nagyon szoros kapcsolatban akarok lenni. Az Antaeusz legendáját nem tudom ismeri-e. Heráklész vagy Herkules le akarja győzni Antaeuszt, és sehogy nem tudja, és akkor kérdezi a bölcseket, hogy mit tehet. És mondta, hogy az anyja a föld, emelje el a földtől. És elemeli a földtől, mert a földtől kapja az energiát, és akkor legyőzhető. És én ezt látom, tehát amikor elszakadunk a földtől, és értse ezt, amikor elszakadunk a természettől, amikor elszakadunk a valóságtól, amikor elszakadunk ettől a fajta természetességtől, akkor nagyon sebezhetővé válunk. Igen. És a kultúráknak is ez az alapproblémája, hogy már úgy nagyon, nagyon fölemelkedtünk, tehát egy kicsit nagyobb távolságban vagyunk, mint lehetne. Az egész életmódommal próbálom ezeket a gyökereket tartani. Még nem a bejátszóhoz, de vagy a bejátszó kapcsán, de benne megfogalmazódott még egy kérdés igazából a Robi bevezetőjekor. Te azt mondtad, hogy az egyetlen magyar alapítású, általad ismert egyetlen magyar alapítású harcművésziskola a lovasi jászat. Nekem pedig egy kérdésem lenne Kassai Lajoshoz, hogy mi történt a 2000-es évek elején a jobboldali radikalizmusok megerősödésével együtt jelentkező magyar harcművész mozgalmakkal, mint például a Barantával. Egyáltalán az tekinthető klasszikus magyar harcművészeti iskolának, vagy ez úgy létezik még, vagy esetleg elsorvat, vagy mik vannak művelői? Egyáltalán van-e velük bármiféle kapcsolatot? Természetesen jól ismerem az alapítóját, a Vukics Ferencet, aki mindezt a mozgalmat létrehozta, mert aztán ez egy mozgalommá vált. Összeszedte azokat a mozgás elemeket, amik még itt fölelhetőek voltak a botos táncokban, egyebekben, és ő ebből összerakott egy sajátos repertoárt, amiben a box, a birkózás, az ostor, csergetés minden részt vett. Én nem ismerem sajnos mélyen, de a mesterről váltsuk néhány szót. Tehát a mester az egy olyan fogalom mondjuk Japánban, hogy egy japán harcművészeti mesterről azt mondják, hogy nemzeti kincs. A mester véleményem szerint szintén az altalaj lakója.
egy japán mester legyen a világban bárhol, a japán kultúrát hordozza magába, leválaszthatatlan a japán kultúráról. Egy kínai harcművészet mestere a kínai kultúra hordozója. És azért nem értettük meg igazából ezeket a mestereket, mert ők kínaiak és japánok. Ők a japán és a kínai kultúra képviselői. De van egy nagyon fontos küldetésük, a saját kultúrájuknak a védelme, erősítése. Az én esetemben ez jelenik. Tehát én egy magyar ember vagyok, számomra fontos a magyar kultúra, fontos ennek a magyar kultúrának a kontinuitásának a megőrzése, és nagyon fontos az is, hogy én társadalmi kérdésekben megnyilatkozzam. Soha nem fognak engem hallani politikai kérdésekben, de hogyha felismerhető ez az Eketal betegség, én erre ráismerek, akkor felemelem a szavamat, és megpróbálom fölhívni az emberek figyelmét, hogy ez egy probléma. Azt gondolom, hogy egy mester túl azon, hogy a saját harci művészetében egy magas fokot ér el, egy emberi minőségben is kell, hogy valamit elérjen, és mindenképpen be van tagozódva a nemzetbe, ennek a nemzetnek a kultúráját képviseli. A kérdésemet inkább úgy tenném föl, hogy van a lovasi jászatnak kapcsolata a Barantával, vagy már igazából két különálló történetről? Ez mindig is két különálló történet volt. Nyilvánvalóan, hogy lovasi jászok és barantások között van kapcsolat. Nyilvánvalóan nekem Vukics Ferenccel, mint alapítóval jó kapcsolatom van, de így magának a két struktúrának nincs összefonódása. Igazából most ki akarok provokálni a két iskola között egy ilyen háborút, ahogy a kung fu filmekben szokás. Az egyik mester sértse meg a másikat, és aztán törjön ki egy ilyen globális konfliktus, ami végül egy csodálatos kung fu filmhez vezet. Ez két külön játszótér, tehát nagyon más a két történet. Ők talajon dolgoznak, mi lovon dolgozunk, tehát nagyon sok különbség van a kettő között. Nem is volt köztünk soha se rivalizáció, se semmilyen, se különösebb jó viszony, se különösebb rossz viszony, elismertük egymást mindig. A Barantának volt egy olyan korszak, amikor nagyon erősen beleállt a politikába, és nekem például nagyon fontos az, hogy minden kulturális tevékenység a politikától le kell, hogy legyen választva. Tehát nekem a lovasi jászattal, mint tevékenységgel eddig meg tudtam őrizni a függetlenséget minden politikai irányzattól, attól függetlenül, hogy én magamat jobb oldalba sorolom, hiszen az altalaj lakója vagyok, de mindig ezt kulturális értelemben érzem. Tehát nem kötődöm semmilyen jobboldali politikai párthoz, én kulturálisan kötődöm a jobboldalhoz, mégpedig olyan szinten, amennyire egy jobboldali ember a hagyományokhoz kötődik. Az én számomra az István a király az egy kulturális mementó, több önmagánál, nem pusztán a magyar kultúra egyik csúcs teljesítménye, hanem annak az igazolása, hogy mekkora teljesítményre képes a két kurzus egy-egy művésze, hogyha együttműködik. Hogy abból a résztvevő felek összegénél nagyobb minőség támasztható. És miközben a Bródi Jánoson nyilván nem csekély nyomás van, hogy ne a Szörényi Leventével működjön együtt, hanem olyan makulátlan pedigréjű művészekkel, mint a Konzsuzsa vagy a Halász Judit, és ahogyan nyilván a jobboldali kurzus ugyanúgy egy nyomást helyez a Szörényi Leventére, hogy szakítson már ezzel a piszkos liberálissal, Bródi Jánossal, és inkább olyan nagy formátumú szövegírók munkáit emelje be a saját életművébe, mint Lezsák Sándor. Ennek ellenére hát nekünk az a tapasztalatunk, hogy a Bródi János a Szörényi Levente oldalán, és a Szörényi Levente a Bródi János oldalán alkotta az életének, az életművének a legnagyszerűbb darabjait. Tehát, hogy valójában mindkettőjüknek meg kellett haladnia a saját kurzusának a gettóját, hogy önmaga fölé és a saját kurzusa fölé egy magasabb esztétikai minőséget emelhessen.
Hogy ez volna ezeket a betegség feloldása? Hogy Szörényi igenis működjön együtt Bródival, és Bródi igenis működjön együtt Szörényivel? Hiszen ők a kulturális térben alkották ezt, és pont Lajos erről beszél, hogy ők nem politikusok, ezért ők ezt megtehetik, és közben megtarthatják a saját értékrendjüket, és lám, ha összeengedik, akkor valami olyat alkotnak, ami lehet, hogy baloldali értékeket juttat jobboldali emberek szívébe, és jobboldali értékeket juttat baloldali emberek szívébe, és akkor egy picit keveredtünk, ez akár olyan, mint ahogy az EKE működik. Egyébként nem tudom, hogy láttátok-e Kővári Gábor és Iván Robertnek a filmjét, ez a Mérgezett Föld, ez meg pont egyébként a szántásról szól, hogy ha nem műveljük meg, nyilván rengeteg idő kell utána, de az a talaj az él, és azok az élőlények, amik benne vannak, elvégeznék egyébként ezt a munkát organikusan. Csak nyilván nekünk már semmire nincs időnk, hát ki kell rakni a Tesco polcokra jövő héten is azt a dolgot, ami egyébként fél évig, meg egy évig terem. És ez a hozzányúlás, ez az erőszakosságunk, hogy még többet húzzunk le róla, ez megöli azt az életet, ami eddig megforgatta, és marad az EKE, de ha meg az EKE sincs, akkor ez valóban ez a két értékrend soha nem találkozik úgy, mint mondjuk a Széchenyi István kaszinójában, ahol azt mondta, hogy itt egy kicsit összeengedem a jobb és baloldali értékrendű, mondjuk azt, hogy felső polgárságot, meg a burzsóáziát, hogy álljanak szóba egymással. Az EKE-t a betegségre visszatérve, hogy a szántás, hát a szántás a legnagyobb ökológiai katasztrófának az egyik forrása. Tehát amikor az indiánok meglátták a telepeseket, hogy szántják föl Amerika földjét, akkor ránéztek a talajra, és csak annyit mondtak, hogy rossz fele van fölül. Nem is értették. A permakultúrának hívják azt, amikor nem bolygatjuk a talajt, és az a normális, hiszen ott a mikroorganizmusoknak a működése az teljesen akadálytalanul hatékonyan tud működni. Nyilvánvalóan ez az EKE-t a betegség az egymás ekézéséből jött, hogy annyit ekézzük egymást, hogy innét jött nekem ez a vízió, és innét próbálom levezetni ezt a problémát, de a Brody és a Szörényi ugyanannak a kurzusnak voltak a részei. Tehát az ő szövetségük a kommunizmusban, a szocializmusban kötődött, tehát ők egy tábort alkottak. Az, hogy ma két kurzusnak látjuk, ez a rendszerváltozás után jött létre. De, tehát ők nagyon jól működtek együtt, hiszen ugyanannak a tábornak voltak a részei. A rendszerváltás után viszont érezhetően az Írószövetségnél mindenütt létrejöttek ezek a tektonikai mozgások, létrejött ez a szétszakadás. És én még egyszer mondom, érthetőnek tartom politikai szinten. Tehát a politika az ütközés zóna, ott keményen az érdekeket érvényesíteni kell, és össze kell csapni, és ott nem biztos, hogy egy konszenzus létre tud jönni. Azt fönn kell tartani ezt a politikusoknak. A probléma az, hogy ma már ez leszivárgott a kulturális rétegekbe, és a kulturális rétegeket ez megmérgezi. Tehát terméketlenné teszi a talajt. Fontosnak tartom azt, hogy ezek a különböző kulturális rétegek, ezek képesek legyenek. Nem kell feltétlenül együttműködni, de ne feszüljenek egymásnak. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. A mai Önkényes Mérvadóban Kassai Lajossal beszélgetünk, és részben arról is beszélgetünk, és ez talán az egyik legfontosabb üzenete a számunkra látható módon közelmúltban történteknek, legyen ez erre példa a Gulyás Mártonnal megtörtént beszélgetés, de valószínűleg Kassai Lajos számára a személyes beszélgetések formájában ez egy jóval távolabbi sztori, tehát hogy ő egy olyan példa, amihez a Robi is vonzódik, én is vonzódom, hogy tudjunk egymás mellett élni, vegyük tudomásul, hogy nem vagyunk egyformák, és ettől mi még álljunk szóba a másikkal, ha mi nem a harctérhez tartozunk, és nem a politikához tartozunk, hanem a kultúrához szeretnénk tartozni. Ugye nyilván van egy, amikor a Facebookról beszélgetünk, mindig elmondjuk, hogy az ember kialakít egy ilyen vélemény buborékot, és szeretne abban benne maradni, mert az egy komfortot, egy ilyen
egy ilyen anyamék állapotot ad. Neki mindenki ugyanazt mondja, amit ő mond, és ez így kényelmes, és ebből nehéz kimenni. Azt hiszem, hogy meg kellene teremteni annak is a komfortját, amikor nem itt vagyunk. Ugye van ez a, tudod, az élet a komfortzónádon kívül kezdődik, ilyen idézetes oldal. Ez lehet ilyen, lehet, hogy ez pont így van, de és mi van akkor, hogyha a komfortzónádat tágítod? Mi van akkor, ha az élet egyáltalán nem komforttalan, hanem egy kényelmet tudunk kiépíteni arra, hogy én igenis tudok beszélgetni azokkal a barátaimmal, mert egyébként én tudok, akivel nézeteit illetően maximálisan nem értek egyet, viszont szeretem, viszont érdekes, viszont vicces, viszont olyat csinál, amit én nem. Megtudhatok tőle egy csomó mindent, és én azt gondolom, az mondjuk az én számomra az működik, hogy én elengedem azt az akaratomat, hogy őt meg akarjam változtatni, és megelégszem azzal, hogy lehetőségem van őt megismerni. És itt rögtön lejön rólam az a, tudod, az a stressz, az a szorongás, hogy itt most nem fogok nyerni. Hát nem akarom őt meggyőzni, és miért ne lelném a gyönyörömet abban, hogy elmondja, hogy ő hogyan gondolkodik, hiszen az nekem tök új, olyan, mintha olvasnék. Mi bajom lehet tőle? Amellett, hogy egyébként számos vonásában nagyon rokonszenves ez a gondolat, azért egy picit én mégis vitatkoznék vele, mert azért összességében bennem kelt egy ilyen kellemetlen vagy egy ilyen feszítő érzést az, hogy azért a magyar közgondolkodást már a rendszerváltás előtt is, de a rendszerváltás követően is átitatta egy ilyen általános politika ellenesség, vagy egy ilyen közélet ellenesség, aminek legsajátosabb és legfontosabb tünete az volt, hogy amíg mondjuk a lengyel szolidárnosznyak a csúcsidőszakban kb. 10 millió tagja volt a 20 milliós Lengyelországban, de azok a tömegmozgalmak, amik előre kaptak és átformálták Kelet-Európa történelmét a rendszerváltás környékén, azok nálunk elmaradtak. A magyar rendszerváltás nem kísérték hatalmas tömegesemények. A legerősebb és legnagyobb pártnak, az MSZMP után természetesen az MDF-nek mindössze néhány ezer tagja volt, vagy talán néhány tízezer tagja volt a rendszerváltást követően. Itt az emberek igazából nem akartak politizálni. Ennek persze számtalan oka lehetett, mit tudom én, az 56-os megtorlást követő depolitizáltság és a magyar Kádár Jani bácsi, Acél Gyuri bácsi. Igen, és de hogy én csak attól tartok egy picit, hogyha azt állítjuk a politikáról, hogy egy ilyen meghaladni kíván dolog, vagy egy olyan dolog, ami mindannyiunk életére rossz hatással van, és hogy a végső célunk a kompromisszum megtalálása és a közös igazságok kimondása, akkor elveszítjük a... Igen, tudom, hogy nem ezt mondod, csak azt akarom mondani, hogy szerintem... Igen, csak én szerintem meg fontos amellett is érvelni, hogy nem önmagában a politikával van baj. És hogy csak szerintem talán téged is félreértenek néhányan, most a Lajosra mutattam, hogy bocsánat, önt, mert nem tegeződtünk, szóval önt is talán félreértik annak kapcsán, hogy mi lenne ennek az üzenetnek a végső célja, amit te képviselsz, hogy haladjuk meg a kurzusokat, és hogy alakítsunk ki valami, nem tudom, egy ilyen magyar közéleti összelméleti egységet annak kapcsán, hogy merre kell haladnunk, és mi a célunk. Egyáltalán nem. Tehát mi nekünk nem... együtt kell érteni, hanem együtt kell élni. A nagyon fontos az, hogy itt mindenki a saját identitását megőrizve tudomásul vegye azt, hogy itt vannak olyan emberek, akik másképp gondolkodnak a világról, másképp akarják ezt az életet élni. Nem ez egy nagyon liberális gondolat De különben nem. Tehát ez a bolygó, amin élünk, vagy ez az ország, tehát ez egy limitált történet. Egy zárt világban vagyunk gyakorlatilag. De nem ilyen idealisztikus elképzelések hajtottak, hogy itt egymás vállára borulunk, és nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy nem ismerjük egymást. Tehát én a Gulyás Mártont azért hívtam meg, hogy bemutassam neki azt a világot, amiben élek, hogy lássa, mi a hagyományőrzés a 21. században, hogy gondolkodok én erről a dologról, és én szeretném megismerni az ő világát, mert semmit nem tudok róla. Semmit nem tudok a homoszexuális szubkultúráról. Nem tudunk egymásról. A problémát az jelenti, hogy nem valóságosak az elképzeléseink. Az elképzeléseink a médián keresztül érnek el hozzánk, nem egy valóságos képet mutatnak, mert propagandistákon és aktivistákon keresztül látjuk egymást.
és egymásnak vagyunk fordítva. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, ami van. A véleményem szerint a legelső lépés a valóság megismerése. Tehát én nem tudok véleményt mondani egy homoszexuális kultúráról, amíg nem ismerem. Nem ismerem ezeknek az embereknek az életének a mozgatórugóit, nem értem azt, hogy vagy nem vagyok tisztában vele, hogy nekik mik a céljaik, hogy tudnánk mi egymás mellett élni. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy budapesti belvárosi ember, hát mit tud a lovasi jászatról, vagy bármifajta hagyományőrzésről. Tehát ez egy sokkal hosszabb történet annál, mint hogy most itt jópofizunk, átöleljük egymást, és azt mondjuk, hogy ezek a csúnya politikusok itt mit művelnek. A propagandisták, az aktivisták itt komoly problémát jelentenek, mert ők ebből élnek. Tehát vannak emberek, akiknek a fizetése abból van, hogy fönn tartanak egy bizonyos háborús állapotot. És amíg ez a háborús állapot létezik, nem. Én szeretnék haragudni rájuk, de haragudjak azért, amilyenek ők valójában. És ne azért haragudjak rájuk, mert valami képet vetítenek. És ugyanezt tudom elmondani, hogy nyugodtan haragudjanak rám azért, amilyen vagyok. Ne azért haragudjanak rám, amilyennek elképzelnek. És most nekünk ezeket a falakat kell átlépni. Ez nem egy egymásnak ölelés, borulás, hanem nem ismerjük egymást valójában. Itt a kurzusok fölé emelkedést én nem gondolom, tudod, én vagyok az, aki apolitikus ebben a társaságban, én nem szeretek ezzel foglalkozni, de nem letagadni akarom, hanem éppen, hogy elfogadni, mert most már eltelt mondjuk körülbelül 20 év, mióta én azóta érzem azt, hogy jobban ketté szakadt a jobboldali és baloldali érzelmüknek a mindennapjait érintő élet. És azt gondolom, hogy akkor ezt lassan el kéne fogadni, és el kéne hagyni azokat az ajánlatokat, hogy na majd mi most egy kalap alá hozunk mindenkit, meg hogy konszenzusra jutunk, hanem azt kéne elfogadni, nem konszenzus. Szeressük úgy egymást, amilyen, vagy utáljuk úgy, amilyen, fogadjuk el, hogy ez ilyen, álljunk szóba egymással, mert ez a két érzelem, ez mindig jelen lesz most már valószínűleg. A problémát az jelenti, hogy valójában nem tudjuk, hogy milyen a másik. De hát ezt meg hogy tudnánk meg, ha hát ugye... Úgy igen, tudjuk meg, hogy leülünk egy ilyen másikkal, leülünk egy ilyen másikkal, egymás szemébe nézzük, és megismerjük egymást a dolog valójában. De az imént mondtad, hogy te úgy szeretnéd őket gyűrölni, hogy ismered őket. Mármint, hogy ha méltóak az ellenérzéseidre akkor. Szóval, hogy de én azért ezzel megint csak vitatkoznék, azért hogy mondjam... Nem szeretném őket gyűrölni. Értjük azért, ugye, hogy mit akartam ezzel. Tehát, tökéletesen értem. Van egy ösztön az emberben, amit jó lesne. Igen, de hogy azért sokszor nem azokat kivezetni. Utáljuk, akiket nem ismerünk, hanem azokat, akiket ismerünk. Tehát, hogy azért mit tudom én, a minket körülvevő országok népei és a köztünk meglévő feszültségek javarészt abból táplálkoznak, amit tudunk róluk. Ennek persze lehet, hogy része ennek a történetnek az, hogy nem ismerjük őket igazán jól, de azért az ember nagyon gyakran gyűlöli a szomszédait, akikről igenis nagyon sok. De nem arról van szó, hogy nem tud róluk eleget? Ha szinte semmit nem tudsz, nem tudod eléggé gyűlölni. Ha igazán jól ismered, megint csak nem tudod eléggé gyűlölni. De ha tudsz róla elég sokat ahhoz, hogy gyűlöld, de nem elég sokat, vagy nem eleget ahhoz, hogy megértsd, akkor tudod jól gyűlölni, úgy igazán szívből gyűlölni. És nem így vagyunk mi a szomszédainkkal? Túl sokat tudunk hozzájuk ahhoz, hogy közömbösek legyünk, de túl keveset ahhoz, hogy igazán értsük őket. Hát valójában nem azzal van a bajunk, amit nem tudunk, hanem azzal, amit rosszul tudunk. És ezeket a dolgokat kell helyre tenni. Tehát itt én helyet adok a gyűlöletnek, ha annak valódi oka van, és nem egy gerjesztett dolog. És most ne merüljünk abba bele, hogy én most itt ragaszkodom ahhoz, hogy gyűlöljem a másikat, csak beszélünk itt különböző érzésekről, indulatokról. A szakadék nagy, nagyon sok probléma van ebben. Az egyik fő probléma az, hogy valójában nem ismerjük egymást. Valójában azok az oldalak, akik egymásnak feszülnek, valójában nem ismerik egymást. Propagandisták által, aktivisták által gerjesztett folyamatok vannak, és ezek a folyamatok, ezek a projektek,
projekciók csapnak össze. Tehát itt mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy ezek a különböző kulturális rétegek közt elinduljon egy olyan párbeszéd, egy kommunikáció, hogy akkor valójában ismerjük meg egymást. Én két nagy erőt látok a világban, a hagyomány és a modernitást, mindenütt ezt látom, akárhova járok, és vannak a gazemberek. És vannak a gazemberek. Hát igazából ezt a világot, ez a két erő működteti úgy, ahogy egy fióka ki tud kelni, az a hagyomány és a modernitásnak egyfajta biológiai szimbóluma, hogy az a tojás jókor törik föl. Nem ideje korán, nem akkor törik föl az a tojás, amikor még kifolyik belőle a tojás, és nem csinál olyan szilárd tojást, hogy az a fióka ne tudjon fölkelni. Valahogy a természet megoldja, de ez a hagyomány és a modernitásnak egyfajta példája. Igazából az emberiségnek ez a nagyon nagy kihívása, itt a technológiai szingularitás irányába rohanva, nekünk ezeket a pillanatokat kell elkapni, mert olyan mértékben gyorsultak föl ezek a folyamatok, amit már lelkileg nem tudunk lekövetni. Mózes és Jézus között 1700 év telik el, úgyhogy ez dokumentált 1700 év, és a zsidó szokásjog, öltözködés, táplálkozás szinte rezzenéstelen ebbe az 1700 évbe. Hát itt 17 év alatt változik meg a világ, nem 1700 év alatt, gyakorlatilag lekövethetetlen számunkra ez a dolog. Ez az intelligenciánkat rengeteg rendkívüli módon igénybe venni a valódi változásoknak a lekövetése. Hiszen a technológia olyan mértékben cserélődik ki, használódik el, és az ember alkalmazkodik hozzá, hogy ennek a lekövetésére kéne nekünk koncentrálni, nem a hülyeségre, gyakorlatilag ami itt folyik. De a gazemberek, azok elterelik a figyelmet, és nem a valódi dolgokkal foglalkoznak. A hagyomány és a modernitásnak a harmóniája kell, hogy legyen. Olyan dolgokat próbálunk jogilag szabályozni, amit egy intelligens, kulturális társadalom meg tud beszélni. Homoszexualitás, családfogalma, most éppen amiben sok az őrület, ami a színházokon végigfutott, beleértve az alkoholizmust, az abuzáció, stb. Ez mind azért van, mert sutyerákok vagyunk. És itt, ha valaki azt hiszi, hogy itt politikai pártok váltogatásával ez rendbe tud jönni, akkor óriási tévedésben van. Kultúrának kell itt elérni azt a szintet, hogy mi ne jogilag akarjunk szabályozni olyan dolgokat, amik erkölcsi kérdés. Beszéljünk egy kicsit egy ehhez hasonló kísérletről. A 2006-ban ugye zászlót bontott a nemzeti radikalizmus, ami hát elég szorosan összefügg a gyurcsányi országlással, és annak minőségével, és annak hazugságaival. És ebben a helyzetben a liberális értelmiség Budapesten hát összerezzent. Nem nagyon látta, hogy ez a folyamat hova tart, de voltak nagyon rossz történelmi tapasztalatai arról, hogy ez milyen rossz folyamat, ez a folyamat, ez milyen tragédiákhoz vezethet. És ennek a kétségbeesésnek, vagy ennek az ijegységnek volt talán a terméke, az, hogy Geszti Péter 2008-ban megalkotta a nemzeti vágtát, amellyel az én meglátásom szerint pacifikálni és domestikálni akarta a nemzeti radikalizmust. Tehát bizonyos értelemben megint csak a két kurzust akarta integrálni, egy ilyen lovaglós nemzeti élményt, meg egy ilyen, Formula 1-ből importált globális élményt keresztezett egymással a hősök terén, és ugye ez lett a nemzeti vágta. Ez a nemzeti vágta, ez egy sikeres kísérlete volt a két kurzus kulturális egyesítésének, vagy házasításának? Hogy látod? Nem volt ilyen igyekezet a Geszti Péterben. A Geszti Péter egy rendkívül kreatív ember. A Geszti Péter látta azt, hogy csinálják a páliót az olaszok, sokat járt a világba, és azt mondta, hogy nekünk is vannak olyan kulturális pilléreink, amikre támaszkodni lehet, itt van a huszárság. A Geszti Péter egy igazi felszínembere.
a modernitás embere, egy liberális ember, aki föntről nyúlt le. De én nem gondolom azt, hogy a Geszti Péternek azon kívül, hogy ez egy rendkívül kreatív és jó ötlet, ezen kívül bármilyen kurzusokkal kapcsolatos témája lett volna. Igen, de ha 2006-ban nincs a nemzeti radikális ébredés, akkor van 2008-ban nemzeti vágta, vajon? Igen, mert szerintem ez teljesen leválasztható ez a dolog. Ez szerintem abszolút független. Ez egy, én ezt nagyon jó dolognak tartom. Tehát a Geszti Péter féle nemzeti vágta egy olyan példa, amikor a két talajréteg elkezd együttműködni. Ugyanis a Geszti Péter nyilvánvalóan engem keresett meg, még sok más olyan autentikus figurát, aki a hagyományőrzésben van. Nem felejtem el azt a 15-6 évvel ezelőtti pillanatot, amikor a jégcsarnoknak egy öltözőjébe ültünk egy ilyen kispadon két órán keresztül, és valami hihetetlen lelkesedéssel mondta el a Péter, hogy milyen fantasztikus tervei vannak a nemzeti vágtával, és azt mondtam, hogy hát ezt minden erőmmel támogatni fogom, és itt létrejött a felszín és az altalaj között egy hihetetlen jó fúzió, létrejött a nemzeti vágta, nyilvánvalóan mindenki neki ment. Tehát úgy kapta a jobb oldalról a támadásokat, mint a bal liberális oldalról. Nyilvánvalóan a heti hetesnek ez egy röhely téma volt, hogy mit képzel a Geszti, hogy majd ott lovak fognak futkosni, és miért nem viszi ki Bugacra, vagy nem tudom én hova. Tehát mind a két oldal szélsőségei nekiestek a Péternek, és ott kellett egy lelki álló képesség, hogy ő talpon tudjon maradni, és végig tudja csinálni, ha egyáltalán ennek az embernek nem vették el a kedvét egy életre attól, hogy bármilyen fúzióba tudjon gondolkodni. Én attól félek, hogy igen. Ugyanis az ellentáborból való támadások nem vágnak annyira húsba, mint a sajátod. Tehát amikor a sajátjaid kezdenek gyilkolni, tehát amikor egy felszíni embert, a felszíni emberek kezdenek ízekre szedni és nevetségtárgyává tenni. Én ugyanezt éltem meg a Gulyás Mártonnal kapcsolatos egyáltalán az, hogy leültünk beszélgetni. Nyilvánvalóan itt az fáj, mikor a saját oldala kezdi ízekre szedni és szétszincálni, ahol azért ehhez kell egy komoly lelki állóképesség. A Péter ezt derekassan állta, és nagyon jó végigcsinálta ezt a dolgot. Én egy nagyon jó rendezvénynek gondolom, az egy kész csoda, hogy a kurzusváltást átélte. De viszont is így van ez. Tehát én úgy látom, hogy a kurzusok nem tudják annyira gyűlölni egymást, amennyire a saját úgynevezett árulóikat. Az olyanokat, mint amilyen például a Gulyás Mártonnal elkövetett beszélgetésedben nagyon sok jobboldali szemében te voltál. Vagy amilyen a Geszti Péter volt a heti hetes számára abban a szituációban, amikor ő megszervezte a nemzeti vágtát. Tehát, hogy arról van szó, hogy ők azzal a gyűlölettel, azzal a düvel nem tudnak egymáshoz fordulni, mint a saját árulóikhoz, hiszen egymást igénylik, szükségük van egymásra. A jobb oldal nélkül a bal oldal nincs, hiszen ez a rezisztens identitás egymás tagadásából épül. Ki vagyok én? Ami nem a jobb oldal, mondja a baloldali. Ki vagyok én? Minden, ami nem a felforgató baloldal, mondja a jobb oldali. Tehát egymásra szorulnak, még hogyha ebben a nagyon groteszk inverz módon is, ellenben a saját árulóikat olyan módon tudják gyűlölni, azoktól nem függenek. Azok életveszélyesek a számukra, mert ha van átjárás, bármiféle átjárás ezek között a kurzusok között, akkor talán a kurzusokon kívül is létezik élet, és akkor talán nem is törvényszerű az ő kurzus létük, vagy a kurzus gondolkodásuk sem. Ha át tudok folyni egyik oldalról a másikba, akkor mégsem az az én identitásom, hogy minden, ami nem a másik oldal. És ezért az, ha valaki átjárást képez, az megtámadja az én magamról alkotott identitásomat. Tehát akkor én mégse csak ez lehetek. Mégsem egy üvegben vagyunk, hanem egy folyadék itt kifolyhat bárhová. Akkor újra kell gondolnom az elmúlt mennyi? 2-5-20 évemet? Hány rossz döntést hoztam? Mennyivel egyszerűbb azt az embert elásni, aki megnyitotta ezt a csatornát. Nagyon rossz mém Magyarországon ez a nem ülök le egy asztalhoz, és nagyon könnyen osztogatjuk az áruló, hazaáruló, meg a szélsőjobbos náci címkéket, hogy mi egy kicsit komfortosabban érezzük magunkat.
Hadd legyek egy megint egy picit az ördög ügyvédje. Nem ezeket védem férjét és ne essék, akik így gondolkodnak, hanem csak azt mondom, hogyha az ember egy eszmeszolgálatába szegődik, azt ráadásul komolyan veszi és felvállalja az ezzel kapcsolatos, hogy mondjam, összes nehézséget, gondolok itt a mozgalmon belüli belső elvevitákra, a külvilággal szemben hogy mondjam, kitartásra és a most harcokra. Most egy politikusról beszélsz, nem mondjuk? Nem feltétlenül, vagy... bármilyen politikai vagy éppen nem tudom, kulturális mozgalom, felforgató kulturális mozgalom képviselőjére. Most a felforgató szó alatt nyilván nem feltétlenül politikai felforgatást, vagy ilyen társadalmi jellegű felforgatást értek alatt, bár egyébként azt gondolom, hogy egy jó művészeti mozgalom egyúttal a felforgatja a társadalmat is, de hogy ennek is van helye, meg ennek is van szerepe, hogyha az ember árulózik. Valóban vannak bizonyos mozgalmaknak, illetve minden mozgalomnak valódi árulózik. Na igen, de várjál, csak nagy különbség, hogy az eszme elkötelezettjei árulóznak, vagy a megélhetéshez tartozó kurzuslovagok árulóznak. Tudod, ha valaki egy eszmének az elkötelezettje, és ennek a szellemében teszi ezt, csak tudod, eszmékből nem, nagyon ritkán lehet megélni. És amikor azt látjuk, hogy a heti hetesből harsannak fel ezek az átkok, akkor nem az az érzésünk, hogy itt valaki egy eszme iránt elkötelezett, hanem hogy a kurzushoz tartozó megélhetés, a kurzushoz tartozó státusz képezi ezt az identitást. A másik ilyen kérdésem igazából csak önhöz, hogy azon túl, hogy nyilván nagyszerű egy ilyen pillanat, mondom még egyszer, hogy egyébként maximálisan, hogy mondjam, átélem ennek a pillanatnak, tehát a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésnek a nagyszerűségét, és ennek az egész helyzetnek a mély humanizmusát. Azon túl te valamilyen értelemben közelebb kerültél a homoszexuális szubkultúra megértéséhez, ahogy az imént fogalmaztál, tehát hogy ez az élmény a javadra vált, vagy inkább, hogy mondjam, tudomásul veszed, és ugyanúgy gondolkodsz róla, mint korábban. Az a Gulyás Márton felelőssége lesz, hogy ezt nekem ő hogy fogja bemutatni. Úgyhogy most az ő tér felén pattog a labda, tehát itt a meghívás az arra szólt, hogy a Márton ismerje meg azt a szubkultúrát, amiben én élek, hogy alkosson arról egy képet, erre volt ott idő, és ez a meghívás arra szólt, és már megvan az a meghívás, amikor én fogom őket meglátogatni, és én fogok megismerkedni azzal a kultúrával, amit él, mert semmit nem tudok róla. Szerintem a Márton az alapján, amit nálam látott, egy kicsit közelebb került ahhoz a részhez. Én azt remélem, hogy a Mártonnál lévő látogatás, illetve az ő saját tér felén eltöltött idő, az nekem ad egy lehetőséget arra, hogy jobban megismerjem azt a kultúrát, amiben ő van. Akkor egy picit másképp teszem fel a kérdést, hogy beszélgettél ugye a Gulyás Mártonnal, és most éppen arra készülsz, hogy ellátogass egy olyan helyre, ahol megismerhetsz olyan embereket, akik hasonlóan élnek, ahogy Gulyás Márton. Hogy nem tartasz attól, hogy ez az általad egyébként helyesnek és követendőnek vélt érveidre, vagy gondolata, vagy eszmékre esetleg, nem tudom, rossz hatással lesz, vagy kényszerűen, vagy rákényszerülsz arra, hogy módosítsd ezeket az eszméket, amiben korábban hittél. Konkrétan mit kéne nekem módosítani? Nem tudom, csak az emberben gondolom, hogy ha egy olyan dolgot akar megismerni, ami borzasztó távol áll tőle, akkor óhatatlanul felmerül az a nem tudom, gondolat, hogy talán utána másképp fogok erről mondani. Felajánlok egy választ erre a kérdésre. Az talán éppen azért nyit, mert nem fél, mert elég határozottak a saját meggyőződései ahhoz, hogy megismerje a másikét, ami teljesen különbözik. Tudod, nem, már tudja, mi vonza, lehet, hogy úgy született, hogy ezek a dolgok vannak nekem rendben, ezért végig tudom nézni a másét. És ha módosul, miért lenne nekem, az olyan na nagy de nekem semmi problémám nincs azzal, hogyha én azt látom, amit én nem tudok elfogadni, hogy kritikát fogalmazzak meg. Nekem egy ilyen elvárásom volt a Gulyás Mártonnal kapcsolatban. Ugyanúgy volt egy elvárásom a Robival kapcsolatban, amikor a Robit kértem föl a könyvbemutatómra. Nekem az volt az elvárásom a Robival, hogy kritikusan lépjen föl. Uh-huh. Hát azért ez megint egy teljesen ismeretlen terület, hogy a saját könyvének a bemutatójára valaki nem a legjobb barátját kérjen, fölkér egy kritikust. Uram, bocsá, kiderül, hogy szara mű, nem? Esetleg az is kiderülhet.
vagy bám, de létrejöhet egy konstruktív. Hát, hogyha én ilyen nagyon nagy félelmekkel küszködök, akkor biztos, hogy nem az ország egyik legnagyobb kritikusát hívom meg, hogy méltassa a könyvemet. Nem ezért volt meghívva, hogy méltassa a könyvemet, hanem azért volt meghívva, hogy fogalmazza meg a saját véleményét ezzel kapcsolatban. Beszélgessünk erről a dologról. Szerintem ez egy nagyon jó könyvbemutató volt. A Robinak voltak nagyon komoly kérdései, próbáltam ezeket megválaszolni, és szerintem az egy konstruktív dolog volt. Ezek a konstruktív dolgok visznek bennünket előre, tehát hogy nekem megvolt az az elvárásom a Gulyás Mártonnal kapcsolatban, hogy miután megnézte azt a világot, amiben én élek, azt a viszonyrendszert, ahogy én a hagyományokhoz kapcsolódok, fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban, mert végre már látta, hogy ott mi van. És ugyanez lesz, hogyha én őt meg fogom látogatni, vagy azt a közeget, akkor lesznek olyan dolgok, amik elfogadhatóak számomra, lesznek olyan dolgok, amik elfogadhatóak, meg tudjuk beszélni. De a problémát, még egyszer mondom, nem ez jelenti. A problémát a propagandisták, az aktivisták, és ezek a projekciók jelentik jelenleg a társadalomban. Nem a valóságra indulunk be, hanem vetített képekre. És van egy folyamatos polgárháborús állapot, ami teljesen átitatja a kultúra szinte minden területét. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Kassai Lajos párbeszédet kezdeményezett a politikai és kulturális szekértáborok között. Szentesi Zöldi László kemény kritikával válaszolt. Micsoda naivitás azt hinni, hogy a róka és a tyúk párbeszédéből majd valami méltányos megegyezésre jutunk a húsevésről. Valamikor én is azt gondoltam, hogy a közéleti párbeszéd fontos. Ma már tudom, hogy semmi értelme. A politikai logika szerint a másikat le kell nyomnod a víz alá, mert ha nem így teszel, akkor ő nyom le kíméletlenül. És igen, csak a kívülállók, akik egy percet nem töltöttek politikai elemzéssel, gyakorlati munkával, kampánnyal, kormányzással, ellenzéki szerepben, szóval csak ők hihetik, hogy ebben a világban van kegyelem. Nincs. Ilyen nem létezik. Aki a párbeszéd tágításán és a mások érvrendszerének igazolhatóságán töri a fejét, rossz politikus. Rossz politikus vagy, Lajos. Ez kiderült. Köszönöm. Én dicséretnek szántam. Ez a politikából levezetett kultúrának a megvallása, amit itt a Szentesi Zöldi László előad. Mint hogyha a kultúra nem is lenne egyéb, mint a politika segédcsapata, és az, aki a politikának haszontalan kultúrát gyárt, az a rossz politikus. A kultúra önmagában nem létezik, sőt, még kevésbé létezne az, hogy ugye a kultúrából táplálkozik a politika, a kultúrának a tulajdonsága a politika, ők ezt a képletet megfordítják, és most úgy értem, hogy ők, hogy nem csak Szentesi Zöldi László az egyik oldalon, hanem a Farkasházi Teddy ugyanígy a másik oldalon. Az a jó kultúra, amelyik jól szolgálja a politikai oldalt, jó üzemanyagot, jó muníciót szolgáltat annak az oldalnak, hogy azzal lője a másik oldalt. Tulajdonképpen a kultúra semmi más, mint egy fegyvergyártó üzem, amely lövegeket gyárt. Ez fejezi ki az a kifejezés, hogy kultúrharc. Hát ők így gondolkodnak, ők úgy gondolják, hogy a kultúra valójában a polgárháborút szolgálja, és ha nem szolgálja jól, akkor rossz kultúra, illetve nem kultúra. Az Árpád-sávos zászlókat én lengettem ebbe az országba először. Ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje. Nem is akármilyen Árpád-sávos zászlókat csináltunk. Ilyen 4 méteres rudon, 3 méteres zászlók lengtek, és nagyon büszkék voltunk rá, mert a kommunizmus után, a 80-as évek után mi próbáltunk mindent előkaparászni, ami a múltunknak a maradványa. Így készült el az így készült el a nyereg, aztán jöttek a zászlók. Igen, ám csak amikor ez az Árpád-sávos zászló megjelent az utcákon, megjelent a politikába, akkor én letettem ezeket a zászlókat. Mert ezek a völgyben, a hagyományőrzők kezében, ezek egy kultúrát szimbolizáltak. Az utcán egy politikai identitás szimbólumaként jelentek meg, és akkor én letettem ezeket a zászlókat, mert én nem
akarok senki ellen hangulatot teremteni, én ezt a kultúrát szolgálom. Amit a Szentesi László itt leír, az azt gondolom, hogy igaz a politikára. De könyörgöm, a kultúrában ez a gondolkodásmód nem jelenhet meg, semmi keresni valója. Itt ez egy teljesen más terület. És ő is maga újságíró elvileg, nem politikus, tehát ő a kultúra részét képezi csak by definition. Csak hogy politikai újságíró és ilyetén módon a politika segédcsapata a kultúrában. És ő, mert hogy ő ez, de hogy ő ebből erkölcsöt formál, ő ebből normát formál, ő ezt kulturális elvárásként támasztja mindenki felé, és ilyen módon elmagyarázza neked, Lajos, hogy hát hogyan kéne neked viselkedned, hogyha jó katonája lennél a jobboldal vezérének. Nekem a kedvencem az a félmondat, hogy valamikor én is azt gondoltam, hogy a közéleti párbeszéd fontos. Tehát ez azt jelenti, hogy tudod, én már voltam gyerek, te még nem voltál felnőtt. Én jövök valahonnan. Ez, amit én gondolok, ez a második lépcső, ez azután jön, amit te most gondolsz. Ez a progresszív én vagyok, a tanár. Nézzük, nagyon, nagyon sok konfliktus. Tehát 33 éve foglalkozom ezzel a hagyományőrzéssel, és ezzel a 33 év alatt nagyon sok konfliktus adódott. Én mindig megpróbáltam ezt politikamentesen csinálni. Nagyon fontos volt számomra például az, hogy én ideológiailag, politikailag a jobb oldalhoz tartozom, ezt már nem győzöm eleget hangsúlyozni, de én ezt nem akartam megjeleníteni ezen a kulturális területen. Tehát ez a maga a lovasi jászat, maga a völgy, ez nem egy politikai kurzus, ez egy kulturális tér. És ennek a kulturális térnek a függetlenségét én minden áron meg akartam őrizni, miközben én elhivatott tagja vagyok a jobb oldalnak. Szét tudtam választani a saját életemben ezt a két dolgot. Azt gondolom, hogy itt a hazánkban is szétválasztható lehet ez a történet. Tehát látnom kell azt, hogy mi a politika, mi az, ami nem. Most itt visszatérve a Barantára, én látom a Barantának egy olyan korszakát, amikor nagyon erősen beleállt a politikába. És nekem ez nem tetszett, mert a kultúrát, tehát akkor, amikor a hagyományainkat, vagy a hagyomány bizonyos elemeit diszletként kezdem el alkalmazni, hangsúlyként az én politikai identitásom meghatározására, ezt én nem tartom helyesnek. Nem tarsolylemezbe ülök itt és kaftánba, mert én egy 21. századi ember vagyok. Azt gondolom, hogy nincs szükségem ezekre a klisékre ahhoz, hogy én ezt a kultúrát maximálisan meg tudjam jeleníteni akkor, amikor az helyén van. Szentesi Zöldi Gulyás Márton meghívása kapcsán a következőket üzente Kassai Lajosnak. Meghívni Kaposmérőre ezt a csávót, megemelés. Te emelted meg őt. Ember számba venni, érveket ütköztetni vele, cseverészni, súlyos tévedés. Nem szabad gyűlölni őt, őt sem szabad gyűlölni. Csak éppen át kell nézni rajtuk, mint az üvegen. Kemény szavak. Ember számba venni súlyos tévedés. Ezek a polgárháború harsonái. Itt erkölcsnek van beállítva a közgyűlölet. És a közgyűlölet fenntartása a nemzet megmaradásának van beállítva. Ugye arról van szó, hogy ha ezeket te ember számba veszed, az azt jelenti, hogy párbeszéd alakul ő köztük és mi köztünk, és ez az ő és mi, ők és mi, ennek a nyomán egy magasabb értelemben vett mivé nemzetté válik. Meghaladván a törzseket, egyesül a nemzet. És ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jobb oldala a nemzetnek, és nem lesz bal oldala, hanem hogy a minimális kulturális konszenzusok megteremtődnek. Tehát a jobb oldal többé nem tekinti nem magyarnak a bal oldalt, a bal oldal többé nem tekinti nem civilizáltnak a jobb oldalt. Látják a különbségeket, de a minimális kulturális konszenzusok már megvannak, amelynek az alapjain mi itt mindannyian emberek és magyarok vagyunk. Európaiak és nemzetiek vagyunk. Mi így mindannyian. És akkor ezen az alapon túlmenően lehetünk benne jobboldaliak, vagy baloldaliak. Ők úgy tűnik, hogy nem csak a Szentesi Zöldiek, hanem a Farkasháziak,
egyaránt rettegnek ezeknek a konszenzusoknak a megszületésétől, mert ha ezek a konszenzusok létrejönnek, akkor véget ér a polgárháború, és akkor az ő uralmuk esetleg megkérdőjeleződik. Megint programot kell írni. Annyi meló volt vele régen. A diagnózis rám nézve sokkal súlyosabb ennél, hiszen én itt a riport elején elmondtam, hogy én akkor hívtam fel a Gulyás Mártont, amikor tiszteletet éreztem iránta. Tehát pont az ellenkezője van, ugyanis a tisztelet nélkül nem tud létrejönni valódi párbeszéd. Tehát az, hogy ő csak másképp gondolkodik, mint én, az, hogy ő egy másfajta életvitelben van, ez nem elég ahhoz, hogy egy komoly párbeszéd kialakuljon. Én tiszteletet éreztem iránta, és a Gulyás Mártonban is éreztem ezt a tiszteletet irántam. Ezért volt valami biztos vagyok benne, hogy ebből a párbeszédből átjött, mert azt gondolom, hogy egy falat átütött, hiszen több mint 400 ember nézte meg ezt a videót, de én nagyon az ellenkezőjét gondolom erről, tehát én itt beszélgettünk arról, hogy a harci művészetnek az alapja az ellenfél tisztelete. Most a lovasiászatban nincs ellenfél. Tehát a lovasiászatban céltábla van, nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egymást lövöldözzük, de a pusztakezes harci művészetekben az egy alap, meg mindenben egy alap az ellenfélnek a tisztelete. Tehát ez az első. Enélkül nem tudunk lépni. Küzdhetünk mi egymással, de ennek a tiszteletnek meg kell jelenni, ott kell lenni. Egy korán történetet, vagy egy iszlámhoz kötődő történetet szeretnék elmondani, amikor egy muszlim harcos összecsap egy keresztény harcossal. És életre menő küzdelem van, mire a keresztény harcos fölénybe kerül, és leköpi a muszlimot, mielőtt megölni. Bocsánat, a muszlim kerül fölénybe, és akkor a keresztény leköpi. És a muszlim nem öli meg, mert azt mondja, ha most megöltem volna, indulatból öltem volna meg. Amikor háborúkat vívnak, azoknak azért így a történelem során jobbára, rövidebb szakaszokra azért vége lett. Látunk békeidőszakokat. Amikor gondolj ilyen több száz évvel ezelőtt más nemzetek, más népek területére történő benyomulásra. Amikor te azt a népet, azt a földet leigázod és birtokba veszed, utána azok, ha ugyan azt a sereget akár mindegy szálig meg is ölted, azoknak az embereknek a családjaikkal egy földön kell majd élnie a tieidnek, akiket oda telepítettél. És ebben a szellemben kell a leigázást végezni. Most, hogyha ez nem így van, hanem egy ilyen totális háborút képezünk át a politikába, hogy a polgárokat is mindegy szálig halva akarjuk látni, akkor itt nem lesz egy győztes, aki majd birtokba veszi azt a teret, és együtt él a vesztesnek a asszonyaival és gyermekeivel, hanem az lesz, hogy addig kaparjuk egymás szemét, amíg az utolsó is mindkét oldalon el nem hullik. Vagy még rosszabb. És még gondolj a béketárgyalásokra, nyilván én ezeket csak filmsorozatokban látom ezeket így megjeleníteni, tudod, ilyen Trónok harcában vagy a Vikingekben, amikor a hadvezér a fiát vagy a testvérét hagyja ott úsznak, és a legmagasabb rangú megy be az őrzött várba ajánlatot tenni vagy fogadni arról, hogy esetleg eljött-e a pont, hogy abba hagyjuk és feladjuk ezt a földet, falvat, várost, és amíg ezt letárgyalja, ott hagy egy igen fontos embert, hogy ugye nem tudom, hogy tudja tisztelni egymást a két oldal, ezért a legfelsőbb réteget küldik el tárgyalni, mert talán abban benne van, tudod, a sebb helyek az arcukon, az, hogy ez a 17 éve járja a csatákat, legalább ebben ők egymásra hasonlítanak, és akkor le tudnak ülni tárgyalni. De az ellenséges nép kiirtásánál még ördögibb az örökké tartó háború koncepciója. Az 1984, ahol ugye Eurázsia nem győzheti le Kelet-Ázsiát, Óceánia nem győzheti le Eurázsiát, mert a háborút folytatni kell, mert a háború valójában nem egymás legyőzéséért zajlik, hanem a fent és lent hierarchiájának a társadalmon belüli megőrzéséért. A háború a belső párt és a párttagok, illetve a párt
és a társadalom között zajlik, és a háborúra azért van szükség, hogy a belső stabilitást megőrizzék. Na most ezt átemelve a magyar politikára, vagy hát a posztmodern belpolitikára, hát úgy néz ki a dolog, hogy ahhoz, hogy az Orbán Viktornak, illetve a Gyurcsány Ferencnek az uralma megmaradjon, ahhoz az egymással a saját kurzusukon, a saját táborukon, a saját nekik rendelt országon belül megmaradjon, ahhoz az egymással való háborút folytatni kell az idők végezetéig. Soha nem szabad megnyerni azt a háborút, mert a megnyert háborút konszolidáció követi. A konszolidációt pedig az elit uralmának a megrendülése követi. Ezért a konszolidációt úgy kell elkerülni, hogy a szovjet műszóval élve a hadikommunizmust fenntartjuk. Hát fenntartjuk ezt a polgárháborús örjöngést, nem nyerjük meg a háborút, de el sem veszítjük, hanem folytatjuk a végsőkig, a beláthatatlan végsőkig, és így tartjuk fenn, így konzerváljuk az idők végezetéig a magunk uralmát, a nekünk rendelt kurzus, illetve törzs fölött. Mindaddig, amíg embereknek ez megélhetést biztosít, ez így lesz, és mindkét oldalon azért ez komoly jövedelemforrás, hogy fenntartjuk a médián keresztül, a politikán keresztül ezeket az ellentéteket, és már egy ilyen önmagát gerjesztő folyamattá alakult, aki bekerül a médiába, ott szint kell vallania, be kell állni a sorba, és hogyha előre akar lépni, akkor egy kicsit nagyobbat kell ütni a másikon, és ez már biztos, hogy megadja számára a lehetőséget a tündöklésre. A Szentesi Zöldi Lászlónak a visszajelzésén kívül, vagy ahhoz kapcsolódóan, milyen durva reakciókat kaptál te a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetésedre? Milyen hullámokat vert ez az arcodba? Abszolút pozitívat. Tehát, a jobb oldalról is? A jobb oldalról is, igen. Igen. Tehát mindkét oldalról abszolút. Ez biztató jel. Tehát az, amit a Szentesi Zöldi előadott, az a kivétel volt. Igen, azt gondolom, igen. Tehát voltak, akik szkeptikusok voltak, akik... Én megmondom őszintén, a negatív beszólásokat egy olyan 10%-ra teszem. Nagyon jó az arány. Nagyon jó az arány. Tehát ez az a fajta polgárháborús állapot, amit itt a Szentesi Zöldi László is vizionál, ebben a megjelenésben nem jött le. Tehát 90% pozitív, 90% mindkét oldalon. Mindkét oldalnak megvannak a szélsőségei, mindkét oldalnak megvannak a hangadói. Ezek az emberek hozzák azt, ami tőlük elvárható, de egyébként ezt mindenki borzasztóan üdvözítőnek látta, hallotta, és mindkét oldalról nagyon sok biztatást kaptam, hogy ez egy helyes gondolkodás van. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. A magyarkodásra visszatérve, hagyományőrzésről, én azért tartom nagyon sok esetben jogosnak, mert nagyon sok esetben a forma megelőzte a tartalmat. És ott, ahol a hagyományőrzésben csak a forma van, az engem is irritál. Kassai Lajos az Önkényes Mérvadó vendége. Nyári Gábornak a zavarodott magázódás, tegeződés, váltakozása juttatta eszünkbe. Ezért utólag is elnézést kérek. Vagy előre, ha még egyszer. Tőled vagyis öntől. Tőled vagyis öntől. Hogy ha jól tudom, és jól tudom, te egy éve magázódsz. Hát te végeztél egy ilyen fordulatot, átgondoltad ezt a tegeződés dolgot, és egy éve egy olyan szabályt hoztál, hogy akit egy évnél régebben ismersz, azzal dönthetsz úgy, hogy tegeződsz, de akit egy évnél nem régebben ismersz, azzal szigorúan magázódsz. Mi vezetett téged erre? Megkérem, hogy engedje meg, hogy magázzam. Tehát ez a helyes.
Én a feszültség levezetésének a létező legrosszabb módját választottam, káromkodtam. És feszültség bőven adódik egy olyan ember életébe, aki egy nagyon nagy közösséget vezet, és mondjuk mindenét megossza ezzel a közösséggel, és amikor nyitva marad a kertajtó, és bemennek a konyhakertbe a mangalicák, a jaj, bocs, nyitva felejtettem. Tehát nagyon sok olyan feszültség van, amit én azzal oldottam meg, hogy egy nagyon cifrát káromkodtam. Egyébként nagyon rossz a magyar közbeszéd, én azt gondolom, elharapózott ez a dolog, és sajnos erről a ringlisről nem tudtunk lejönni, mert kitaláltuk azt, hogy minden bazmegér lesz egy persely, és akkor dob bele mindenki egy százas, tehát voltak ilyen gyermeteg elképzeléseink, de valahogy ez mindig visszafurakodott, és annak ellenére, hogy ennek a trágár beszédnek sajnos én egy zászlóvivője voltam, mert engem is borzasztóan kezdett el zavarni, még nem. A Zsigmond Gyulával, aki nekem egy nagyon jó barátom, Svédországban él, mindig beszámol a svéd állapotokról, hogy a svéd kultúra már felismerhetetlen, hogy óriási változásokon megy át, és mindig van valami horror történet, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mi lehet ennek az első lépcsője, mikor egy ilyen kultúra elindul. És azt mondja, hogy szerintem nála a svédeknél az lehetett, amikor Olof Palme beszüntette a magázódást. És ez egy olyan mondat volt, amit én úgy ízlelgettem még legalább egy évig, és akkor azt mondtam, hogy ha ez egy kultúra leereszkedéshez vezethet, akkor nézzük meg, hogy mit csinál vele, hogyha mondjuk visszahozzuk. És én megkértem a saját környezetemet, hogy ugyanúgy, mint a perselyel, tegyünk egy erőtlen próbát ebbe az irányba, és kezdjük el egymást magázódni. És aztán mindenki belement ebbe a dologba, és megmondom őszintén, hogy nagyon rövid idő alatt egy ilyen nagyon emelkedett, nekem sokkal jobban tetsző kommunikáció alakult ki. Hozzáteszem azt, hogy én tanítok a Testnevelési Egyetem lovaskultúra szakán, az Állatorvosi Egyetem hipológus szakán, és most már egy évvel színművészetin is. És ott ez a magázódás, ez egy olyan légkört teremt, ami szerintem a tanítványokat emeli. Magázódva nem lehet káromkodni? Hát mondjuk ezt. Menjen maga a... Nem. Tehát, hogy valahogy ennek az egész dolognak a lélektanát még nem tártam föl, én csak azt láttam, hogy az én környezetemben ez a dolog működik, és akkor ezen felelkesülve én mindenkit, akit megismertem, nyilvánvalóan hosszú, mert ezt a történetet el kell mondani, nehogy azt higgyék, hogy ez valami gőg és valami távolságtartásból ered. Ez egész egyszerűen szintén egy ilyen társadalmi kísérlet, egy forradalom, amit én elindítottam először a szűkebb környezetembe. Én nagyon fontosnak tartom, ugye Mártonnal is veled, Robi, tegeződünk, mert mi most már régebb óta ismerjük egymást, és visszatérni egy ilyenre az nagyon furcsa lenne, de például a Mártonnal is nem azért magázódtam, mert egy ilyen távolságtartás, hanem egész egyszerűen ez most már nálam így van egy éve. Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, az oktatásban szerintem egy sokkal emelkedettebb, letisztultabb kommunikáció zajlik egy tanítvány és egy tanár esetében, mint az, hogy elkezdjük egymást tegezni. Látom az előnyeit ennek a dolognak azóta, úgyhogy én mindenkit nagyon nagy tisztelettel megkérek arra, hogy engedje meg, hogy magázzam. Emlékszem arra az élményre, amikor az általános iskolából a gimnázium padba beültünk, és ott elkezdtek néhányan magázni, aztán amikor az egyetemre beültünk, és ott már kollégának szólítottak, megelőlegezve egyébként, hogy egyáltalán valaha kollégák leszünk-e, hiszen akkor még nem voltunk, és egyébként megszűnt az a csendőrpertú, amikor az általános iskolai tanár téged tegez, de te magázod. És tudod, ott is van, ennek is van egy evolúciója, hogy alsóban tetszik ezzel, mintha egy idős emberhez beszélnél, aztán már rátszólnak, amikor ötödikes vagy, de szeptember elsején, hogy nem csókolom, hanem jó napot kívánok, mintha azt a nyarat azzal kellett volna töltened, hogy ezt kikutatod, hogy elsején ez lesz majd. És az egész eltart az érettségiig, és addig hülye gyerek vagy valójában, és ott onnantól leszel kollega úr, és onnantól az egyetemen az egy más szintre hoz téged, onnantól kezdve te ott
te ott felnőtt emberként vagy jelen, és ez valahogy egy minőségi különbség. Én emlékszem, hogy nekem mekkora felszabadulás volt az, hogy a gimnáziumból az egyetemre léptem. Én abból a megalázottságból, amiben tulajdonképpen azt csinálnak veled, amit akarnak, mert egy hülye gyerek vagy, abból én kollega úr lettem, és az valami leírhatatlan nagy élmény volt nekem. Én emlékszem, hogy az én onnantól kezdődött az én számomra egy ilyen nagy lelki felszabadulás. Alapvetően mi sutyarákok vagyunk, sajnos, ezt ki kell, hogy mondjuk öltözködésbe, beszédbe, modorba, szóval nincsenek azok a kulturális példaképek, akik mondjuk egy szélesebb társadalmi réteg számára követendő példával szolgálnak. Én már meséltem ezt a történetet, talán a Márton Riportban is ez elhangzott, hogy én részt vettem egy rókavadászaton. Én, mint lovasiász voltam ott, talán 90-91 lehetett közvetlen a rendszerváltás után, és ott már megjelent az új gazdag réteg. És addig a szocializmusban a ló az egy ilyen, ez egy ilyen úri hóbortnak volt kikiáltva, és hát mondjuk nem tetszett a hatalomnak a lovas. Viszont az új gazdag réteg nagyon fölismerte a státuszszimbólumot a lóban, és lázasan elkezdtek lovagolni. És én egy ilyen rókavadászaton vettem részt, ahol egy gróf és egy grófnő volt Németországból a vendég. Én 6 órakor kint voltam az istálóba, és reggel 6-kor megjelent a gróf és a grófnő, és megkérdezte azt, hogy takaríthatják-e az istálót, és pucolhatják-e a lovakat. És ők elkezdtek istálót takarítani, elkezdtek lovat pucolni. Ugyanis a lópucolás az nem a lónak a tisztítása, hanem a lóval való kontaktus felvétele. Tehát, hogyha én lovagolok, és ezt mindenkinek javaslom, akkor ne az legyen, hogy oda megyek és felülök a lónak a hátára, hanem azon keresztül, hogy én leápolom azt a lovat, minden testrészéhez hozzáérek, felfedezem azt, hogy van-e sérülése annak a lónak, föltörte a nyereg, van-e sántasága, a patájába beszorult-e valami. Tehát én míg letisztítom a lovat, az egy fajta kommunikáció, és mire eljutok odáig, hogy fölteszem a nyerget, addig köztünk akár kialakulhat egy jó kapcsolat is. Megérkezett az új gazdag réteg 10 órakor azzal a felkiáltással, hogy hol a lovam. Ez jelezte, hogy itt a Hippolyta lakályt azt lehet szerintem minden generáció számára újra fordítani. Ez volt a mi akkori gazdasági elitünk. Utólag még egyszer elnézést kérve a felváltva alkalmazott magázodásért és tegeződésért. Egyébként én is magázodás párti vagyok. És egy picit esetleg segíthetek a jelenség lélektanának a feltárásában. Most segítségül a japán nyelvet hozom egyébként. Én valamikor tanultam japánul, és talán egész jól is ment, és a japán nyelvnek a sajátos nyelvtanához hozzátartozik, és a japán nyelv megtanulásának a nehézségeihez is, hogy a nyelvnek 3 formája van, vagy a használt nyelvnek, vagy a beszélt nyelvnek, illetve az írott nyelvnek is így értelemszerűen. Van egy közvetlen forma, amit a barátaimmal, a közvetlen családtagjaimmal szemben engedek meg magamnak. Van egy udvarias általános forma, ami távoli rokonságban áll a mi magázódásunkkal. Ez a hétköznapok nyelve, a kollegiális nyelv, a sajtónyelve, és van egy aláfölé rendelt nyelv, ez a mi nyelvünkben értelemszerűen nem létezik, ezt a vállalatvezetőjével szemben kell használnom, hogyha leereszkedik hozzám és hajlandó velem szóba állni, vagy mit tudom én, a császárral szemben kell használnom, hogyha ha valamilyen értetetlen okból kontaktálnék vele. És szerintem a magázódásnak az a nagyszerűsége, hogy az udvariasságon túl nyilvánvalóan, hogy valahogy szemben a tegeződéssel, amiben van egy ilyen furcsa, főleg idegenek közt egy ilyen érthetetlen közvetlenség, vagy egy ilyen túlzott nyomulás, vagy egy ilyen belenyúlás a másik, hogy mondjam, közvetlen, vagy a belenyúlás a másik személyiségébe, egy ilyen, főleg akkor furcsa ez egyébként, hogyha az embert a főnöke tegezi éppen abban a pillanatban, amikor amúgy mondjuk legorombítja azért, hogy mit tudom én, rossz munkát végzett. A magázódásban van egy ilyen célorientált, hogy mondjam, ilyen közerkölcs, vagy egy ilyen közmorál felől közelítő udvariasság, vagy egy ilyen konszenzus. A magázódás a célszerűségről szól,
szerintem arról a pillanatról, amiben éppen benne vagyunk, amikor éppen oktatsz, vagy éppen tehát olyan emberek vesznek körül, akikkel van egy közös célotok, de nem a közvetlen személyesség megélése és kibontása az elsődleges cél, hanem mondjuk a tanítás, vagy a mit tudom én, igen, tehát a tudás mindenkori átadása, akkor sokkal fontosabb, hogy egy olyan nyelvet használjon szerintem az ember, ami távolságot is tart, és a feladat felé terel mindenkit. Számomra a magázódás egyébként ezt jelenti, és amikor a rendőrrel magázódik az ember, vagy a pincérrel magázódik az ember, vagy mit tudom én, a nem közeli ismerőseivel magázódik az ember, akkor behozom ezt a közmorált a magázódással, ami egyúttal szerintem azt mutatja, hogy mindannyian ugyanannak a közös társadalmi polgári konszenzusnak a részei vagyunk, és bárhová is tart ez a beszélgetés, még nem tudjuk, hogy hová és mivé fajul, de mindenképpen tartani fogjuk magunkat ahhoz a morálhoz, amit mindannyian közösnek vélünk, és fontosnak, és a viselkedésünk alapját jelenti. Lehet, hogy végül ledöfjük egymást, de nem köpjük le egymást. Ez most mindjárt meg is fogom cáfolni önmagam, de mondjuk nehezebb valakit a falhoz állítani és kivégezni azzal a felkiáltással, hogy önt most falhoz állítjuk és kivégezzük. Persze, vélhetőleg a magyar történelemben számos példa volt, hogy valakit mondjuk kísértek az akasztófa alá, hogy akkor ő most lépjen föl erre a kis emelvényre, és majd a hóhér kollégák segítenek önnek a nyakába helyezni a kötelet. De azért a tegeződésben van egy ilyen, akkor is van leereszkedés, hogyha ha az ember nem annak szánja, mármint akkor, hogyha egyébként egy aláfölé rendeltségi helyzetben vagyunk, míg a magázódás igenis teremt egy ilyen össztársadalmi konszenzus szerintem. Hogyha az úr is magázódik, és a szolga is magázódik. Gondoljunk az IKEA-ra. Igen. Tehát azért az szerintem mindenkit sokkolt, aki belépett, és egyből letegezték. Az IKEA. De hát velük kollégák vagyunk, most gyártják, mi összeszereljük. Engem ez most is zavar egyébként. Nem? Tehát szerintem azért ez ugye egy össztársadalmi meglepetés volt, hogy belép az ember egy üzletbe, és ott tehát ez úgy ott jött először az arcunkba, és miután Svédországról van szó, ez számukra már érthető, hiszen ők hozták a saját kultúrájukat, de ezért mégiscsak furcsa abból a pozícióból egy ilyen. Igen, de én közben megérteni vélem, hogy mit akart az Olaf Palme, és nem ezt akarta. Ő jót akart ezzel. Ő nem a barbárságot akarta megidézni az emelkedettség meg a civilizáltság rovására, hanem ő egy testvéri szellemet óhajtott táplálni. Ő egy testvéri szellemet akart megidézni. Ő úgy gondolta, hogy mi engedjük egymást közelebb. Mi ezáltal a tegeződés által ne elszabadítsunk valami barbárságot egymás között, hanem valami közvetlenséget, valami intimitást akart megidézni. Én úgy gondolom, hogy a szándék az nagyon jó volt, csak valami igen, nem kiszámított, valami előre nem tervezett. Egy túrai nagy áruházban nem intim. Nekem ez a bajom. Tehát az intimitás a családomhoz tartozik, a barátaimhoz tartozik, nem ahhoz, igen, hogy létrejön köztünk egy közjogi aktus. Igen, de amikor az Olaf Palme, igen, de az Olaf Palme, ez a magázódás tartozik szerintem. Szerintem olyan gesztus szánta, hogy mi svédek mostantól legyünk egy család, legyen ezért magáz, vagy ezért tegeződjünk egymással, hogy mostantól ezt a távolságtartást, ezt száműzzük, és merjük közelebb engedni egymást, ha nem is ez lett az eredménye. Szerintem a kötelező tegeződés, vagy hát ennek a, hogy mondjam, hogy ez egyébként e felé tartunk természetesen, és én is ezért futottam bele nyilván abba, hogy nem használtam megfelelően. Szóval, ez elősegíti a fogyasztást, mármint a tegeződés. Elősegíti a gyorsabb üzletmenetet. Beviszi hatékonyabb. Hatékonyabb, mert beviszi azt az intimitást, ami pont, hogy egyébként szerintem, hogy nem kellene, hogy belekerüljön egy üzleti nexusba. Nem is viszel magaddal semmit pénzért, ne sérts meg. Hát én itt vendégül láttalak. Igen, hogy itt tulajdonképpen mi valamiféleképpen egy nagy család vagyunk, amit az imént mondtál, és ennek az általánossága, vagy a totális tétele épp olyan fura, mint amikor mindenki kötelezen elvtársnak szólított egymást. Ha mindenki elvtárs, akkor senki sem az. Ha mindenkit tegezek, akkor valójában a tegeződésnek az értelme elmúlik, akkor pont az intimitás vész ki a tegeződésből, és valójában ilyesformán már nem tudok egy olyan nyelvi formát használni a velem közvetlen kapcsolatban álló emberekkel, vagyis amit barátaimmal, rokonaimmal, szeretteimmel, amit arra pillanatra szánnék, amikor velük vagyok, hanem ugyanazt használom, amit a nagyáruház dolgozóival szemben, és ez engem bánt vagy zavar. A magázódásban van egy tánc jellegű fegyelem, amikor vigyázol, hogy hová lépsz. Tehát betartod annak a formáit, és ezáltal
kontrollálod, az ösztöneidet és az érzelmeidet, ami ki nem tör belőled akár az állat. És a kontrollál, és ezt többször mondtam már ebben a műsorban, hogy az ösztönök és az érzelmek kontrollálása nem azt jelenti, amit az angol királyi család tesz, hogy elnyomja teljesen, hanem tudja, hogy ez az indulat majd ott lesz jó, és nem itt, ami most született, mert ezt az embert nem akarom bántani, vagy nem akarom megalázni. De majd, amikor magamat meg kell védenem, amikor az erő kell kijöjjön valahol belőlem, majd ez oda jó lesz. És az a kontroll, hogy be tudod, distinguálsz, ez a jó kifejezés, meg tudod határozni, hogy ennek itt helye van, vagy nincs. És azt hiszem, hogy a magázódás az egy ilyen napi rutin és gyakorlat abban, hogy tartsd azt a fegyelmet, hogy hogyan viselkedsz a másik emberrel, ami nem azt jelenti, hogy egy balfék vagy, és bármit megtehetnek veled, lehet, hogy egy rossz lépés a másiktól, és tegeződve fogod elküldeni a fenébe, vagy ennél sokkal egzotikusabb helyekre is. Egy biztos, hogy egy kulturális forradalom küszöbén állunk, tehát szükség van változásra. Tehát mi egyfajta lejtmenetben vagyunk a rendszerváltozás óta. A kereskedelmi tévéknek az áldásos hatásáról szerintem a Robi tudna mesélni, hogy itt mi zajlott le, milyen penetráció jelent meg. Tehát érdemes lenne változtatni. Nagyon érdekes a konfucianizmus, hiszen a Konfuciusz nevéhez fűződő mozgalmat nem Konfuciusz indította el, csak ő kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, és egy meglévő mozgalom élére állt, mert már rengeteg elege volt az embereknek a korrupcióból, elege volt a szét körülöttük széthulló világról, és azt mondták, hogy mától kezdve becsületesek leszünk, tisztességesek leszünk, és így állunk hozzá az élethez. Az a kérdésem. Nekem még lenne egy személyes kérdésem. Igen. Lajoshoz. Hogy a műsor magázódva? Természetesen magázódva. A műsor elején még szóba került egy pillanatra az István a király, és én most így reménykedve fordulok önhöz, mert hogy a te diagnózisod erről az alkotásról közelebb áll a szívemhez. Bocsánat, megint. Jól csinálod. Oké, tehát az öndiagnózisra közelebb áll, de valójában igen. Szóval, hogy az öndiagnózisra közelebb áll a szívemhez, mint a Robié, mármint az, hogy ez valójában, tehát abban a pillanatban, amikor ez az alkotás megszületett, Bródi János és Szörényi Levente ugye ugyanannak a kurzusnak a részei voltak. Én az István a királyt sok tekintetben egy káros darabnak gondolom, annál is inkább, mert szerintem van egy ilyen mélyen kádárizmus támogató 56 ellenes olvasata a konszenzuális figuráról, aki végül megment minket a bajtól. Van ugye egy szabadságharcosunk, aki nem akar behódolni a nyugatnak, nem akar behódolni a nyugati lovagoknak, ezzel szemben áll valaki, aki azt állítja magáról, hogy igenis ő a reálpolitikus, ő az, aki érti, hogy hová tart a világpolitika, és neki kell az új szokásokhoz és az új eszmékhez szoktatnia ezt a lomon vágtató rabló népet, és igenis az ő dolga ráerőszakolni ezt a külvilág felül érkező kultúrát a magyarságra. És ennek szerintem ott akkor abban a pillanatban igenis volt egy ilyen, hogy mondjam, kádárista, vagy a rezsimet támogató olvasata. És nagyon remélem, hogy ön hasonlóan gondolkodik, és legalább egy picit üthetünk a Robin. Nem. A fene egye meg. Nem, én ezt nem így gondolom. Ha ez így lett volna, nem lett volna siker. Tehát azért itt ahhoz, hogy valami siker legyen, ott egy belső húrt meg kell, hogy pendítsen. És hogyha ez egy ilyen kurzus alkotás, akkor az a belső húr, az nem rezonál rá. Itt viszont, de az emberek szerették a kádárizmust. Én hallottam ezt az elméletet, én ezt nem gondolom, hogy így lenne. Ott mindenkiben az a belső húr, az rezonált, és itt szerintem egy valami olyan dolog történt, ami azóta se. Tehát én nem tudok ilyen sikerről. Én részese voltam egyébként az Attilának, uh-huh. amit a Lezsák Sándor írt, és a Szörényi Levente csinálta a zenéjét. Az egy nagyon nagy darab volt. A Margit szigeten én is játszottam benne, mint lovas hírnök. 16 előadást ért meg. Véleményem szerint mindenféle szempontból komoly munka volt, tehát a Szörényi Levente zenei tudása, Sándornak a szövegei, tehát jó volt, de nem ütötte át azt a küszöböt, tehát nem dúdolgatjuk, talán nem is hallottak erről a dologról.
Hallottak erről? Én hallottam. Igen. Az Isteni kardja alcímmal. Az 93-ba, 10 évvel. Egy tével két ellen volt egyébként a plakátokon, arra emlékszem direkt, és ezt tetszett egyébként. Igen, tehát az 10 évvel az István a király után. A Levente azt mondta, hogy ez egy komolyabb szakmai munka, amit ő letett az asztalra zeneileg, lehet, hogy ez így van, viszont az a rezonancia nem jött létre erre a műre, ami az István a királynál hát létre. Hogy ez egy kurzus lett volna, hát az államszocializmus idején a szovjet csapatokkal az országban nyilvánvaló, hogy volt egy közös cél, ami felülírta a sok évszázados, az évezredes törésvonalat. Ez a törésvonal, ez a jobb és a bal között, Szapolyai és Ferdinánd közt húzódik. Addig, ameddig a szovjetek megszállták az országot, az országnak a népi és urbánus fele egy közös ellenség ellen lázadhatott. A Bródy-Szörényi együttműködése az ezt képezte. Abban a pillanatban, hogy kivonult a Vörös Hadsereg, kiújult a régi törésvonal, ami a jobb és a bal között húzódik, és a Szörényi Levente hirtelen megtalálta a Lezsák Sándort, hogy az írjon neki szöveget, mert hirtelen fontosabbá vált a törzsi identitás, mint a nagy nemzeti identitás, de akárhogy is a rendszerváltás után nem egyszer és nem kétszer találtak vissza egymáshoz Szörényi és Bródy, újra meg újra, mint a föl-föl dobott kő. Én a Leventétől azt hallottam, hogy a Bródy elutasította ennek a darabnak a létjogosultságát, és azt, hogy megírja, de most ez az én... Lehetséges, mind a kettőjükre hatott a maguk kurzusának gravitációs pere. Ez semmi kétség. Ha esetleg ezt a vívmányt, hogy azt mondjuk magyarul nem a tegeződést törölnénk el, mint, vagy a magázódást, mint a svédek, hanem azt a mondatot, hogy nem ülök levele egy asztalhoz, mert nem méltó rá, akkor ez lehetne egy ilyen nemzeti exportcikkünk, mert egyébként most mi még csak magunkról beszélünk, akik egy nyelvet beszélünk. Ezt a mentalitást a világban is el lehet követni. Más országokon belül, más nemzetek és más kultúrák között. Ez egy ilyen közös törekvésünk szerintem. Én köszönöm szépen Kassai Lajosnak, hogy a vendégünk volt. Puzsé Robival, Nyári Gáborral és Horváth Oszkárral egy önkényes mérvadó adást hallgattatok. Sziasztok. Jó estét, köszönöm. Illetve viszont látásra. Hello. Köszönjük türelmüket. A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.